Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Kérdezd a Rabbit, fel lehet tenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Bármilyen zsidó témájú témát lehet felhozni, igyekszem. Ha nem tudom a választ, akkor ezt férfiasra be fogom vallani Isten segítségével. Nézzük meg, hogy mik a kérdése. Gondolom, hogy lesz itt olyan kérdés, ami kapcsolódik a Pesachhoz is más is. Már is van egy kérdés, Dánuel. Mózes pedig és Áron mindezeket a csodákat megtevék a fáraó előtt, de az Úr megkeményítette a fáraó szívet, és nem bocsátta el Izrael fiait az ő földjéről. Mit jelent az Isten megkeményítette a fáraó szívet? Eleve el volt rendelve, hogy a fáraó visszautasítja Mózes felhívását? Vagy inkább arról van szó, hogy a fáraó önkéntesen távolodott egyre messzebb az isteni felhívástól? Ez egy nagyon jó kérdés. Az összes kommentátor foglalkozik vele, mit jelent az, hogy fáraó megkeményítette a szívét, hogy várja, nem az van benne, de az Isten megkeményítette a szívét. Egyszer az van írva, fáraó megkeményítette a szívét, egyszer az, hogy Isten megkeményítette a szívét. De kérdés az, hogy Isten megkeményítette a szívét, akkor elvileg nem kell, hogy járjon neki büntetés a fáraónak, mert ő nem tehet róla. Erre több válasz van. Az egyik válasz azt mondja, hogy igen, ez egy büntetés volt a fáraónak, hogy mivel az örökkévaló többször szólt neki, hogy engedje ki a zsidókat, és ő nem akarta, azt mondta az Isten, most elveszem tőle a szabad akaratot, és innentől kezdve már az mind büntetés. Nem szeretném azt, hogy ő olyan gonosz volt, és utána még meg fog térni. Ezt mondja Maimonides, ez a nagyon kivételes eset, amikor az örökkévaló azt mondja, hogy olyan vétkes ez az ember, hogy nem érdemli meg, hogy adja meg neki a lehetőséget a megtérésre. Ez az egyik válasz, ez Maimonidesnak a véleménye. Másik vélemény azt mondja, hogy a fáraó kemény volt. Ő nem akarta kiengedni a zsidókat. Csak az öregkor nem akarta az, hogy a csapások hatására, akarata ellenére muszáj lesz kiengedni a zsidókat. Mert azt mondja az Isten, nem, ha ő valójában olyan makacs is rossz, akkor a csapások hatására ne engedjen ki a zsidókat. Csak akar engedjen ki a zsidókat, amíg tényleg rájön, és felismeri, hogy hibás. De mondom, van más válaszok is, ez egy nagyon-nagyon nagy téma. István, miért nem szabad a tfilin sziát a dobozra tekedni? Amikor leveszünk a tfilint és eltesszük, akkor igyekszünk megadni a tfilinnek a tiszteletet,
és nem csak így bedugni a tfilint a szíjával egy zacskóban, hanem szépen a szíját összetekörök szépen, de ne a tfilinre, ne a dobozra, mert a dobozban benne van a négy bibliai fejezet, a halja dízel az örök, Istenek az örök való egy, az nagyon szent, és ezért nem illik, hogy a szíj a dobozra menjen, a dobozra menjen rá, ezért csak a doboz mellett tekerjünk rá a tefilint, de mindenképpen rá kell tekerni kell, hogy szép legyen, meg kell adni a tefilinek a tiszteletét. A Pesach kapcsán nagyon sok olyan történet van, hogy hogyan emlékeztek az emberek például a Auschwitzban, a haláltáborokban, munkatáborokban, hogyan emlékeztek az emberek, a zsidók, hogy mikor van az ünnep, mikor jön be a Pészach. Az egyik nagy kérdés, és a másik nagy kérdés az volt, hogy hogyan tudtak szerezni macesz. Valamikor tudtak, valamikor nem tudtak, valamikor tudtak szerezni egy kis lisztet, egy kis búzát, és abból csináltak macesz. Ez nagyon-nagyon különleges ezek a történetek. Mindenképpen látom, hogy van itt egy kérdés. A Péter. Milyen anyagból lehet cicit rajtat fonni? Az egyik rajt elszakadt a talit katanon, könnyen javítható lenne, de nem tudom, miből csinálja. Nem. A válasz erre az, csak erre a célra, a gyapjúból, erre a célra készült rajtakat lehet felhasználni. Most, ha csak az egyik rajt lejött, attól függ, hol jött le, ha a csomó után, az összes csomó után jött le, és csak egy, akkor az még kóser lehet úgy, ahogy van. Ha már kettő lejött, az már problémás. Miklós, milyen új kiadványokat tervez kiadni az EMIH? Az EMIH folyamatosan dolgozik mindenféle kiadványokon. Újabb kiadás, és ha jól olvastam itt, akkor a hatodik átdolgozott kiadás, akkor jelent meg újra a Pesachi Hagada, ugye ez a három nyelvű, héber, magyar és fonetikus átírásban, ez most jelent meg újra. Egy új ima könyvben dolgozunk, a Rashi, a Biblia kommentált a Tórahoz, aztán az én, nekem egy további kötetem, sőt kettő, a rabbi válaszol, és még sok minden más. András, miért javasol Pesach alatt csak smure macet enni? Próbáljunk itt tisztázni, hogy két fajta macet van. Van a gépi macesz és a kézi macesz, mi géppel készült, vagy kézzel készült, és a másik az a smura és nem smura. Smura azt jelenti, hogy őrzött. Ami nagyon kóser, az, ami smura. Smura azt jelenti, hogy már őriztek ezt a búzát aratás pillanatától. Az, ami nem smura, azt őriztek dagasztástól, jobb esetben a örléstől. A Tóra azt mondja, hogy a micvára, szinte a széderre mindenképpen csak azt lehet használni, ami smúra. Szükség esetén azt mondjuk, hogy ha legalább smúra őrzet volt dagasztástól, az már elfogadható. Még jobb, ha örléstől is, még jobb, ha már aratástól. A másik dolog a gépi és a kézi. A kézi macesz sok vélemény szerint, sok híres rabbi szerint a kézi macesz az kóserebb,
mert a kézi macesz a sokkal könnyebben lehet kóser Pészákra. Miért? Mi a probléma ott van, a 18 perc után, amit dolgozunk, akkor lehetett valahol oda ragadt az asztalhoz, a nyújtófához, a kezemre egy kis darab tészta, 18 perc után kezdődik az erjedési folyamat, megérintem az újabb tészta, az is már homecos lesz, és már nem használható. Ezért 18 perc után meg kell állni, meg kell mindent tisztítani, és indulunk újra. Kézi macesz esetében mit kell megtisztítani? Az asztalt, ami előttem van, a nyújtófa, és a kezem, hogy nem ragadt rajta semmi. Az egyszerű folyamat. Ha pedig a gépet meg kell tisztítani 18 percenként, de sokkal bonyolultabb, mert a gépnek vannak mindenféle csavarak és mindenféle részek, és sokkal nehezebb. Ezért mindenképpen a kézi macesz az, amit ajánlat használni. A szédernál mindenképpen az smúra aratástól, de még egész Pészákra is érdemes ezt használni, ha lehet. Van egy olyan vélemény, ami azt mondja, hogy egész Pészák alatt, amikor eszünk macesz, akkor micva teszünk. Mert az biztos, hogy egy tiltó parancsolat az, hogy nem szabad homécot, kovászos kenyeret enni Pészák alatt. De van, aki azt mondja, hogy tevőleges parancsolat is teljesítjük, ha eszünk maceszt Pészák alatt. Amelita. Egyiptomból való kivonulás előtt spirituálisan megtisztították a népet. Hogy történt ez a megtisztítás? Nem. Egyiptomból való kivonulás előtt a nép nem volt egy magas spirituális szinten. Ezért volt az, hogy 49 napot kellett számolni a tóraadáshoz, a tíz parancsnak a adásához a Sinai hegyen, mert nem olyan alacsony szinten voltak, mínusz 49. Mínusz 49 szinten voltak. Az örökkévaló azt mondta, én kiemelem őket, és elindítom őket egy útra. Dániel. Egy Mózesben azt olvasunk, és csinálta az örökkévaló Isten Ádámnak, és az ő feleségének bőrruhákat is felöltöztette őket. Ez azt jelenti, hogy az örökkévaló állatot ölt, hogy a semmiből teremtette meg a bőrruhákat az első emberpárnak. Kíváncsi lennék, hogy a Talmud beszél-e arról, hogy milyen állat bőréből készültek a ruhák. Az egy nagyon jó kérdés. A Talmudban teszünk egy különbséget. Ha olvasunk a szöveget, akkor azt látjuk, hogy Ádámnak nem volt szabad húst enni, vagyis állatot megölni és enni a húst. Noénak az örökkévalóan megengedte. A kérdés az, hogy mi van abban az esetben az állat megdöglött, hogy szabad-e, abban az időben szabad volt-e Ádámnak fogyasztani a húsát, mert nem ő ölte meg, az már van. Szóval arra a kérdésre, hogy örökkévaló ölte állatot vagy nem, azt is lehet mondani, hogy az állat elpusztult magától. Milyen állati bőr volt, én nem emlékszem, hogy a Talmud foglalkozott volna ezzel, hogy milyen bőr, nem emlékszem ilyesmire, de van nekem egy könyvem, ahol összegyűjtő mindent, amit a Talmud mond, és akkor azt előveszem. Megnézem, hogy mit mond a Talmud erről. Nem, ez csak a teremtés. Ebben a kötetben lesz. Ez Lengyelországban a két világháború között egy fiatal ember állított össze, hogy mindent, amit
Először volt a levelekből készített, ugye összesen három sor van itt minden vershez, és szó van itt a büntetésről, és itt van az a bőr. Erre a Talmud azt mondja, milyen bőr? Van egy olyan midrás, a midrás azt mondja, hogy a kígyónak a bőréből készítette. A másik midrás azt mondja, hogy Liviatán az óriási halnak a bőréből készült. De van egy olyan vélem, hogy valójában nem is bőrből volt, hanem olyasmi, amit a bőr élvez, az pedig gyapjúból készített. Ez pedig a Talmud a Szóta traktátusban van. Szóval hát érdemes volt ezt megnézni. András, zsidó egyesülésénél hogy lehet megoldani a homéctelenítést a lakásnak, lakotársnak nem tilthatta meg, hogy élesztőset egyen. Együtt élesnél ez egy nagyon komoly probléma, vagy először nem tiltásról van szó, hanem ha két ember együtt él, akkor az egyik megtiszteli a másikat, ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy kijelölünk, hogy a konyhai rész az az övé, az én részem pedig az, azt jelenti, hogy a konyhai rész nem az enyém, a másik rész pedig nem a tied, és akkor így megvan oldva. De a legjobb az megállapodni vele, hogy erre az egy hétre kérünk, hogy legyen homéctalanítás a lakásban, az egyszerű. De mondom, de ha ez nem megy, akkor ezt ki lehet dolgozni. Nem egyszerű, de ki lehet dolgozni. Ildikó. Mit jelent a Smá imában a szeresd Istenedet teljes szívedből, stb. Milyen következménye lesz ennek a tevőleges parancs nem betartásáért? Most minden egyes parancsolat az, amit teljesítünk, az annak van jutalom, ha nem teljesítjük, akkor hiány van, és van büntetés. Jutalom és a büntetés minden tevőleges és tiltó parancsolatnál van. De valójában azt mondja Maimonides, hogy nem lenne helyes, ha minden dolgot azt nézünk. Mi a büntetés? Ha nincs komoly büntetés, akkor vállalom, mert ez mind azt jelenti, hogy amikor az ember teljesíti, akkor nem nincs meggyőződve, hogy ez egy jó cselekedet és egy fontos cselekedet, hanem fél a büntetéstől, vagy azt mondja, hogy jó befektetés. Csinálok olyasmit, aminek nincs nagy értelme, legalább ez jutalma. Alapszinten ez jó, mert legalább teszi az, ami helyes, és nem teszi az, ami nem helyes. De el kell érni egy magasabb szintet, az ember legyen meggyőződve az isteni parancsolatok mellett, és az összes isteni parancsolatnál, azon kívül mindennek van egy külön tartalma, egy külön specifikus tartalma, van egy általános tartalma az összes isteni parancsolatnak. Hogy minden egyes parancsolatnak a teljesítésével erősebb és erősebb a kapcsolatunk az Istennel. Ezért mi történik, ha az ember nem teljesíti a parancsolatot, akkor távol van az Istentől. És ez nem jó dolog, mert a legjobb dolog, ami lehet a világban, az az Isten. Az Isten az a valódi lény, az Isten az a legjobb és a legélvezetesebb. Most ebben az esetben szerest az örökké valót, az maga a ragaszkodás az Istenhez, és az embernek sikerül ezt valamennyire teljesíteni, ennél nagyobb élvezet nincs. Ez egy igazi szerelmi kapcsolat lehet, hogy az ember valójában a szívével szereti az Istent. Mindenképpen hova vezet ez, az ember igazán szereti az Istent, akkor biztos, hogy minden egyes parancsolatot igyekszik tartani, mert
szeretne mélyíteni és mélyíteni a kapcsolata. István, a Tóra tekercs időnkénti átforgatása kizárólag technikai jellegű. Nem tudom pontosan, hogy István most kérdezni akarsz, vagy reagálsz valamire, és mit jelent az átforgatása. Nem tudom pontosan, mit jelenteni itt az átforgatása. Szóval István, kérlek, magyarázd el, hogy mire gondoltál itt. Na, akkor menjünk tovább, András. Múlt heti szakaszban van írva, hogy a metszóra, a poklós, kell, hogy vágjon az egész haja. Maimonides írja, hogy a kohen az, aki vágja a haja. Mi a helyzet, ha a metszóra egy nő, mint például Miriam? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom. Az igazság az, azt se tudtam, így hirtelen, hogy a kohen az, aki levágja a haját. Nagyon jó kérdés. Sajnos nincs nálam tovább. Menjünk tovább. Máté, a bor erjesztett ital. Mégis lehet inni Pesachkor. Miért? A válasz erre az, mert a Tóra csak a gabonaféle erjesztett étel vagy ital az, ami tilos. Legyen az kenyer, keksz, vagy sör, viszki, vagy más. Ha a bor kizárólagosan saját erjedése volt, és nem homécos kovászt tették hozzá, homécos erjedést, és nem próbáltuk homéccal elősegíteni, akkor az kóser, mert csak a bor, csak a gabona az, ami tilos. András, a nőknek általában nem kötelező a parancsak, ami időhez van kötve. De mi a helyzet például a széder, több dolog van, ami csak a széder belül kell csinálni, például a négy pohár bor, maga az egyiptomi kivonulás olvasása, magit, maga a macesz edés. A kérdés nagyon jó, mert általában az az alapelv, a Talmud az nagyon részletesen kidolgozza a források alapján, hogy a nők minden tiltó parancsolat kötelezi őket, a tevőleges parancs csak az, ami nem időhez van kötve. A Pesach, az egyiptomi kivonulás történetnek az elbeszélése, azok mind időhez van kötve. Miért kötelezi ezt? Miért kötelezi a nőket is erre? A válasz erre az, a Talmud levezeti, hogy van egy mondatot a Tóra, a tevőleges és a tiltó parancsolat egy versben mond. Egyel macesz, és ne egyel homécot. Mivel a tiltó parancsolat a nőkre is vonatkozik, akkor minden, ami abban a versben van, az szintén a nőkre vonatkozik, vagyis lényegében az egész Pesach egyarán vonatkozik a nőkre is, és a férfiakra. További kérdés, Máté. Mi a különbség a Pesach és a hétköznap fogyasztott étel között, például bor, macesz, kávé, tea, cukor, só, sötöbbi a hechseren kívül? A hechser ugye az a rabinikus pecsét, hogy kóser. A válasz erre nagyon egyszerű. A macesz az mindenképpen nagyon fontos, hogy úgy készüljön a macesz, hogy 18 percenként le kell állni, ki kell tisztítani, és így biztos, hogy kóser Pészakra. Az egész évben, amikor máceszt gyártanak hétköznapi használatra, a természetesen nem állnak meg 18 percenként. Óriási pénzveszteség ez az idő, ami minden 18 percben le kell állni. Ez a pészaki macesz és a hétköznapi macesz az ég is föld.
a bor elvileg kóser Pészákra, csak elvileg nem elég, hanem ellenőrizni kell, és ez a rabinikus pecsét. Kávé, tea, cukor, só, stb. Ezek mind olyan dolgok, ami elvileg kóserek, feltételezve, hogy tényleg figyeltek oda, ne keveredjen be semmi ebbe, ami homécos. Erre a jó példa az, amit ma reggel is elmondtam a Zsidó TV-ben, hogy Pesachkor nem eszünk rizst, sárga borsót, minden ilyen hüvelyes kitniotat. Az egyik oka azért, mert ezek a kis dolgok keverednek, mert egy helyen szoktak ezt raktározni, és akkor a gabona az mellette van, a rizs is, a borsó mellett. Erre mondtam nem régen a vejemnek, mondom, lehet, hogy a mai technológiával minden olyan pontos is, akkor nem kerül bele abba az acskóban, ahol rizs van, vagy sárga borsó, nem kerül bele a búza. Pár nap rá ő átnézte a borsót, és ott volt két gabona szem. Ami azt jelenti, a keveredés az van és létezik, és ezért olyan fontos, hogy minden kóser legyen. Természetesen az ember nem tud cukrot, sót kapni hechsel, akkor el lehet nézni, ha használja a rendes, de akkor oda kell figyelni, tényleg nincs benne semmi más bekeverve. Ildikó. Valamelyik imában hallottam, hogy a szerest, az Istenet teljes szíved parancs azt jelenti, hogy azt a munkát csinált, ami boldogsággal tölt el, amire a legtöbb áldást kaptad, amire zsigeri tehetséged van. Hát, nem tudom, mi lenne a forrása ilyen magyarázatnak, mert az Istent szeretni, ez azt jelenti, őt szeretni, és nem magamat szeretni. Ha azt teszem, amihez nekem van kedvem, akkor magamat szeretem. Amikor az Isten szeretem, akkor azt teszem, ami neki tetszik. Ez egy jó párkapcsolatban is így van. Ha szeretem a másikat, akkor próbálom mindent teljesíteni az ő kívánsága szerint. Ha magamat szeretem, akkor a páromat figyelmen kívül hagyom, és csak magamra koncentrálok, és akkor hamar van vége ennek a kapcsolatnak. Szóval az a munkát, amit boldogsággal tölt el, az nekem egy jó érzésem, de semmi köze nincs az Istenhez. Az Isten, ha szeretem az Istent, akkor az ő akaratot próbálok teljesíteni. Először, mert szeretem, kettő, mert még erősebb és még erősebb lesz a kapcsolatunk. Amelita. Lesz csütörtökön reggel a Vasvári Zsinagóga Isten tiszteletben Zoom-on figyelemmel kísérhető. Igen, holnap reggel 4:09-től lehet kísérni az imát, a vasvári imáját, a tóra olvasással együtt is minden. Anikó. A megtalált homecot a gyertyával való keresés után kötelező elégetni, vagy ha duplán becsomagoljuk, ki is forgatjuk a szemétbe. A válasz erre az, hogy azon kívül, hogy nem szabad, hogy legyen nálunk, vagy ki is dobhatjuk a szemétbe, azon kívül, hogy nem szabad, hogy legyen a birtokunkban a hamec, egyik vélemény szerint tevőlegesen el kell pusztítani a hamecet. Ezért szoktunk egy kis hamec félretenni, és tevőlegesen elpusztítani, de az biztos, hogy ha valaki nem tevőlegesen elégette, hanem kirakta a szemétbe, úgy a szemétbe, hogy a legjobb nem természetesen nem a lakáson belül, és még jobban nem a házon belül, hanem a házon kívül, egyid a birtokában nincs semmiféle hamec, akkor nem szeged meg semmi törvény, maximum lehetett nem teljesítette tevőlegesen a hamec. De a legjobb az, az ember szakít egy kis időt, és tevőlegesen elégeti a hamecot teljesen, hogy már ne legyen ehető. A Kazinczy utcai 16 szám alatt ott van a mikve épület, abban az udvarban mindig van egy nagy tűz, emberek oda jönnek elégetni a hamecot. András. Nem, először az István. A zsinagógában időnként azt látom, hogy a rabbi egy másik
társunk segítségével áttekeri a Tóra tekercset az egyik Tóra rúdról a másikra. Ennek célja, hogy kérdeztem. Jó, most már értem. Általában a Tóra olvasás a zsinagógában az nagyon szigorú rendje van. Vagyis sorrendben van, olvasunk. Először az első heti szakasz, ami mit tudom, első 4 fejezete, utána a második heti szakasz, az további 4 fejezet, aztán a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik. De ha jön egy ünnep, akkor mindig az ünnep, vagy az ünnepies nap, akkor azt olvasunk, és nem a heti szakasz. Például most egymás után 2 szombat lesz, aminek nem lesz heti szakasza. Miért? Mert ünnep lesz, Pesach, és Pesachkor nem olvasunk heti szakasz, hanem ünnepi témát olvasunk. Ezt akkor nem sorrendben olvasunk, hanem előveszünk egy másik tórát, és oda tekerünk, ahol szó van a kivonulás, az egyiptomi kivonulásnak a történetéről. Pesach végén, ahol szó van az a víz ketté vált. Szóval ez van, mindig ünnepkor tekerni kell, hogy azt a részt olvasunk, ami épp az ünnephez kapcsolódik. Rá a következő héten visszaáll a rend, és folytatjuk a heti szakaszt, ahol abba hagytuk. András, alkoholos italakból az erjedéssel készülök is tiltatok? Lényegében ez volt a kérdés egy kicsit fent is. Ez volt a kérdés fent, hogy a bor is erjesztett. Erre megint az a válasz, ha tudunk biztosan, és lényegében a rabbi ellenőrizte, és az erjedést az alkoholos italnak az olyan élesztővel történt, ami Pesachkor kóse, vagyis nem gabonából nyertek ezt az élesztőt, akkor nincs probléma. Gabonából nyertek ezt az élesztőt, akkor az nem. Ezt az erjedésnek akkor az nem kóse. A hajdina az kóser gabona, le kell valana, vagy nem tudom, mi az a hajdina. Valahogy a szó rémlik, de itt hirtelen nem tudom, mi a hajdina. Általában azt kell tudni, hogy a gabona az 5 fajtából áll. Az 5 fajta gabona az búza, árpa, búza, rozs, árpa, zab, vagy tönköly. Ez az 5 fajta gabona. Más dolgok, azok valójában nem gabona, de nem tudom pontosan, mi ez a hajdina. Dániel, egy Mózesben azt olvasom, és láttak az Istenek fiai, az emberek lányai, de szépek azok is, vevének magoknak feleségeket, mint azok közül, akiket megkedvelnek vala. Uha, ugye láttam, hogy nem a Herz Bibliában idéz. Kiket jelölnek az Isten fiai, angyalakat, vagy sét nemzetségének igaz szent félőit, kik az emberek lányai? A válasz erre az, hogy ezzel már nagyon-nagyon részletesen foglalkoztunk a Zohar órán, így vissza is lehet keresni itt a Facebookon, vagy a YouTube-on. De Rashi is foglalkozik ellen, Isten fiai az 2 angyal, aki a Midrash szerint, ez 2 angyal, aki állandóan panaszkodik az Istennek, hogy az ember borzasztóan vétkes. És erre az Isten végén azt mondta nekik, figyelj, meg kell érteni, hogy élnek egy világban, ahol ott van egy rossz ösztön is, és van csábítás, ezért kicsit nem lehet ilyen annyira elítélni az embert. Az angyalok nem akartak el, azt mondta az Isten, tudod, mit csinálok egy próbát, és ezt a 2 angyalt leküldte a földre, azt jelenti lényegében ember testben, és rögtön a lányokkal kezdtek foglalkozni. Erre kiderült, hogy tényleg az angyalok nem voltak képesek ellenállni. Az, amit a legtöbb ember képes ellenállni, ha kézben tartja magát. Mondom, a Zohar órán nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. András, gyógyszer, amit az ember szedi minden nap, például magas koleszterin ellen, vagy aszpirin
ami minden napi szedés, nem láz ellen, hanem stroke ellen, mi a helyzet Pesachban, szabad szedni? Az nagyon jó kérdés. A válasz erre az, hogy olyan gyógyszer, amin már teljesen fel van dolgozva, a szintén igében ez egy ilyen por, amit gyártattak, stb. Semmi íze nincs, plánad nincs egy jó íze. Akkor, ha az ember kell azt betegség ellen szedni, az meg van engedve. Vitamin, ami csak egy ilyen megelőzés, vagy csak egészség, plusz egészséget biztosít az embernek, az mindenképpen kóser kell, hogy legyen. De ha van egy olyan gyógyszer, aminek van jó íze, akkor egy kapszulában be lehet ezt tenni, úgy az ember ne érezzen annak az ízet, de mindenképpen természetesen jobb, ha van kétfajta, két márka abban a gyógyszer, az egyik homeces, a másik nem, akkor azt használjunk, ami pesachi, de ha nincs, akkor azt mondjuk valójában ez nem egy étel, és szabad használni. Szabad szedni pesachkod, adjon Isten, mindenki egészséges legyen, és ne legyen szükség semmiféle gyógyszert szedni. Isten, miért nem felel meg a széder esten az előző évről maradt macesz használata? Ki mondta, nem felel meg? Ha egész évben zárva volt, őrizve volt, el volt különítve, hogy a homéc, a morzsa, a kenyér ne érjen hozzá, akkor ezt lehet használni, feltételezve, hogy még a friss és finom az íze. Ha pedig a homécos étellel együtt ott volt a spájzban, akkor tartunk attól, hogy már egy kis homéc ragadt hozzá. De a tavalyi évben is az kóser marad. Nincs oka annak. A néphit ellenében nincs oka annak, hogy ne legyen kóser. András, a gyümölcsfa áldás, ami Nisan hónapban kell mondani, itt a városban hol lehet mondani? Emlékszem, hogy egyszer volt a terv ültetni gyümölcsfát az iskola udvarában, de nem tudom, hogy a vége hogy sikerült. Jó a kérdés, és mindig újra és újra, amikor jön a Nisan hónap, szinte ezekben a hetekben, illik kikeresni egy gyümölcsfa, ami kezdett kinőni, és akkor arra van egy áldás. Csak ebben a hónapban mindig keresünk valamelyik udvarban. Azt hiszem, hogy a Dob utcában van egy ilyen parkféle, ami azt hiszem átmegy majdnem a Veselényi utcaig. Azt hiszem, hogy abban az udvarban van egy gyümölcsfa. De minden évben újra és újra keresünk. További kérdés. Amelita újra hirdeti az imát, holnap reggeli imát, Zoom-mal történik. Ildiko, teljes lelkedből így hangzik a smá ima, tehát nem saját magadért kell olyan munkát végezni, hanem a lelked és a szíved boldogságaért. Az teljesen rendben van, de a lelked és a szíved boldogsága, annak semmi köze nincs az isteni szolgálathoz. Az ember azt teszi, amikor szabad ideje van, foglalkozik azzal, amihez kedve van, és boldogá teszi, az nem az isteni szolgálat. Teljes lelked, ez azt jelenti, hogy az ember teljesen feláldozza a lelkét az isteni szolgálatért és az istenért. Sőt, a Talmud azt mondja, teljes lelked, azt jelenti, ha meg kell halnod az egyisten hitért, a zsidóságért, akkor azt is vállalni kell sok esetben. De nem úgy, hogy az ember magát szolgál. A magát szolgál az nem az Isten szolgálata, hanem ez azt jelenti, hogy az ember éli az életét.
István, milyen kósersági problémák lehetnek a szőlővel és a mazsolával? Szőlővel elvileg nem nincs benne kósersági probléma, feltételezve, hogy jól leöblítettünk a szőlőt, mert sajnos a szőlőn is vannak ilyen mindenféle bogár, mindenféle kukac, ami ragaszkodik a szőlőhez. Mazsolával már probléma lehet, mert a mazsolát lehet, hogy hozzáöntettek bort, és a bor az pedig nem kóser bor volt, és más tartósítószer, vagy ilyesmi. Ezért a mazsola mindenképpen már kóser kell, hogy legyen. Judit, halakos értelemben inkább a hüvelyesekhez tartozik a hodina, nem gabonaféle. Jó, akkor itt a válasz a kérdésre, de mindig nem tudom pontosan, mi ez a hodina. Majd utána nézek az óra után. De köszönöm szépen, Judit. István, ha egy tárgyon Tóra idézet rögzítenek, írnak, festenek, hímeznek, stb. Ez a tárgy automatikusan szentté válik. Nem feltétlenül az egész tárgy szentté válik, de mindenképpen ezt a részt nem lehet kidobni a szemétben, mert szent szöveg van. Szent szöveg van rajta. Nézzük meg további kérdés. A Dobutcai játszótér van, ahol a kóser bolt van. Igen. Menjünk tovább. Most, ami nagyon fontos, tisztázunk az időpontot. Szóval, holnap este körülbelül 8 óra után, 8 óra 10-kor kell onnantól kezdve, és minél előbb annál jobb, kell végig keresni az egész lakást, ellenőrizni, tényleg sehol nem maradt ham, ez asztal alatt, szekrény fölött, valamelyik fiókban, végig kell nézni, és az gyertyafényed. Ég a lámpa, és közben gyertyafényed. Összeszedünk minden, ami ham, ezt félretesszük, másnap vagy elfogyasztunk egy részét, másik részét lehet, hogy eladjuk nem zsidónak, zárt szekrénbe, zárt szobába teszünk, és a harmadik részt pedig elégetjük. Aztán péntek délelőtt 10 óra 26-ig szabad homécat enni. Kenyér, sütemény, keksz, minden olyasmi, amiben van liszt, gabonaliszt. 10-26-ig. Utána van nekünk még egy kicsivel több, mint egy órát, 11-35-ig már el kell égetni, és véglegesen elintézni, hogy ne legyen homéc a birtokunkban. Közben elégetni, eladni, stb. 11.35-től már Pesszáh van. De még nem munkaszüneti nap, munkaszünet az kezdődik este, de ez már Pesszáh. Abban a szempontból, hogy nem szabad enni semmi olyasmi, ami homécos, de macest se eszünk estig. Ez a krumpli, tojás, hús, csirke, zöldség, gyümölcs, stb. Máté, a kávé babból készül, de ehető Pesszáhkor. Igen, a kávé bab az nem számít homécos, kitniat, mert nem olyan jellegű használata van. Maga a babad nem eszünk, mint étel, hanem iszünk kávét és ilyesmi, és akkor ez az elfogadott, hogy a kávé az nem számít hüvelyes a kitniothoz. Hol lehet héberül, és ugye azt hiszem, hogy a kávé még másképpen is nő, mint a többi hüvelyes. Hol lehet héber olvasni, tanulni? Héber olvasási kurzus majd ünnep után fogok kihirdetni. Héber nyelvet abban azzal nem foglalkozom.
nálunk nincs se héber nyelvtanulás. Talán a Szochnútban, az Ikiben, a Pólai Edő utcában. Még tovább megyünk akkor az időpontot, hogy este 19-14-kor van gyertyagyújtás, nálunk a Vasvariban már 19:00-kor lesz a mincha délután ima, aztán az ünnepi ima. 8 óra után egy pár perccel lehet már kezdeni a szédert, pontosabban április 15, rögtön mondom, 20:13-kor már lehet kidust mondani. 20:13-kor péntek este akkor lehet a szédert csinálni, és akkor lehet kezdeni a kiduson. Nézzünk meg további kérdés. Istvánnak kérdése van. A kóserság kritériuma egy erre felhatalmazott ember nyilatkozata? Azt hiszem, a kóserság, annak van törvénye. Sok törvény van a Shulchan Aruchban. Akkor egy rabbi, aki járatos a törvényben, ő ellenőrzi a gyártás során, stb. És akkor arra meggyőződésre jut, hogy itt nem keveredett be semmi olyasmi, amit nem szabad fogyasztani egész évben, vagy Pesachkor olyasmi, ami Pesachkor nem szabad fogyasztani, akkor kiadjuk, akkor nyilatkozik. Ez nagyon egyszerű, csak valaki, aki ért valamihez, az nyilatkozzon, az mondjon valamit. Aki nem ért hozzá, ember, aki egy nagyon jó író, ne legyen sebész, és a festő ne építsen hidat, mindenki a saját szakmához tartozon, a zsidósághoz is van szakma, több szakma, aztán a rabiságon belül van több szakma, az egyik az a kóserság, és azt ellenőrizni kell, tudni kell, tanulni kell a halakhát, stb. Ján, Héber tanfolyam az IKI-ben, az az Izrael Kulturális Intézetben van, Polyad utca elején van, ahogy mondtam. Na. A nagyon fontos dolog a szédernél, hogy a gyerekek jelen legyenek. A kisgyerekek is. Ami azt jelenti, meg magától talán nem mindig sikerülni fog, a gyerek ott lesz a széderen, és részt fog venni. Lehet, hogy fog menni aludni, lehet, hogy unatkozni fog, és akkor el fog menni játszani, akkor azt kell például délután kell igyekezni, hogy a gyerek feküdjen le, aludjon egy kicsit, este ne legyen fáradt. Aztán kell, hogy érdekes legyen neki a széder. Fel kell, aki vezeti a szédet, fel kell, hogy készüljön, hogy tényleg tudjon érdekesen elmondani a gyereknek, elmondani neki a szép történeteket a kivonulásról, a rabszolgaságról, és akkor ezáltal vonzóvá tenni a gyereknek, hogy nem fog elaludni. A Talmud azt mondja, hotfin et a széder, mindjárt a széder kapcsán valami hotfin, az, hogy a gyerek ne aludjon el. Mit jelent a hotfin? A hotfin, ez fogni, kapkodni. Mit jelent a hotfin? Az egyik magyarázat azt mondja, hotfin, rögtön, ahogy hazajönnek a zsinagógába, próbálnak minél előbb kezdeni a szédet, és így időt nyerünk, hogy a gyerek tudjon még ott lenni. Mert az ember vár még egy fél órát, lehet, hogy a felnőtt éjfelig ki fogja bírni, a gyerek maximum egy órát kibír. Ha ebből egy fél óra ment el, ahogy vártak és húztak az időt, akkor a gyerek csak egy fél óra lesz ott a szédenek. Az első dolog az, hogy az ember próbál délután mindent elkészíteni a szédennel, hogy rögtön tudjon az ember kezdeni, és így időt nyerünk, hogy a gyerek tudjon jelen lenni. A másik dolog, a hotfin, ez az a szokás, amit Kelet-Európában nagyon elterjedt volt, hogy a gyerek az afikómant, az a kis macis, amit félretesszük az étkezés végére, azt ugye el szoktunk tenni, a gyerek azt ellopja, és utána, amikor odaér, és az apa, a családfő látja, nincs ott a macesz,
akkor kérje a gyerekkel, a gyerek azt mondja, mit kapott cserében, hát ajándékat, ez, az. Ezáltal izgalmas lesz, egész szépen izgalmas lesz, hogy tudja, hú, még egy fél óra múlva apu fogja kérni az afrikaimat, és nem fogja találni, és én majd tárgyalok vele vissza, és valami ajándéket fog kapni tőle. Emlékszem, mikor a gyerek voltam, egyszer elloptam az afrikaimat, utána eldugtam egy nagyon jó helyre, és a végén, amikor akartam visszaadni, egy óra múlva, két óra múlva, a legjobb szándékom ellen nem emlékeztem, hogy hova raktam. És a nővérem jött velem keresni, ha jól emlékszem, akkor nem is került elő. Ilyenkor természetesen muszáj egy másik macest elővenni, de elég kellemetlen volt, kicsi voltam, és eldugtam. További kérdés, a István, a kipa egyszerű ruhadarab, vagy szentágy? A kipa az egy fejfedő, az lehet egy kipa, lehet egy sapka, lehet egy baseball sapka, lehet egy kalap, nem egy szentágy, hanem egy ruhadarab, amire használunk fejfedőre, hogy tiszteletet mutatunk az Isten iránt. Máté, a szédernél fontos, hogy minél tovább tartsa. Máté, felolvasom neked egy bekezdés, biztos vagyok, hogy erre emlékszel. A filó kulonu hachomim, kulonu nevojnim, kulonu jöjdemes a tajra, mitzvó lejnő leszápér biciász mitzrajim. Még akkor is, hogy van a fordítás? Ezért akármilyen okosok, akármilyen bölcsek, a Tóra akármilyen alapos tudói lennénk is, kötelességünk elbeszélni az egyiptomi kivonulás történetet, és minél szebben és hosszabban meséli el valaki az egyiptomi kivonulást, az annál dicséretesebb. Ebből a szempontból, ha tudunk még több részletet, még többet mesélni az egyiptomi kivonulásról, annál jobb. De azt is figyelembe kell venni, hogy szeretnénk, hogy a gyerek a széder végéig maradjon, vagy legalább a nagyobb részen, ezért kell, hogy legyen az ellensúly, hogy részletesen mondani, de nem túl részletes. Vagy ha a gyerek tényleg sokat pihen délután, akkor lehet tényleg hosszasan húzni, nem húzni az időt, hanem tényleg sokat mesélni a széderről. István, a szemüveg nem ruha, mégis szabad szombaton hordani. A kérdés csak annyi, hogy mi a definíció a ruhának. Az, amit az embernek viselnie kell, azért, hogy lássam, azért, hogy tudjon járni, az ruhának számít. Nem szabad kézben vinni a szemüveget, mert a ruhát sem szabad kézben vinni. Az ember felveszi a ruhát, akkor ez a teljes, ha felveszi a szemüveget, ez a teljes ruhának számít, miért nem? A kalap egy ruha, a kipa ruha, a zakó egy ruha, és a szemüveg is egy ruha. András, esernyő használható szombaton, az elvben cipelve van, de egészséget is őriz, hogy ne ázzunk bőrig. Teljesen igazad van, csak hol van az írva, hogy ha egészséget is őriz, akkor szabad hordani szombaton valamit az utcán. Sehol nincs írva. Szombaton nem szabad hordani az utcán semmit. Se szemüveget, se ruhát, csak semmit nem szabad kézbe vinni, még akkor is, ha hasznos. Egy nagyon érdekes könyv, imakönyv, fogok tudni olvasni belőle a zsinagógában, ezt nem szabad cipelni. Ezért nem szabad cipelni a esernőcse. Inkább vegyen fel az ember egy jó esőkabátot, és az meg fogja őrizni az ő egészséget. Na, akkor még egy nagyon fontos dolog, hogy hallom, hogy még hiány macesz ilyen pászkehelyen van a városban, ezért az a zsidó, akinek nincs még smüre macesz, a kézzel készült smüre macesz, vagy gépi macesz, jöhet holnap délelőtt
11 óraig hazánk a Vasváriban, és tudok adni macesz, a lényeg, hogy legyen macesz a széderre, illetve az egész hétre, hogy legyen mit tenni. Még egyszer mondom, Vasvári Pál utca 5-ben lehet jönni holnap délelőtt, mondjuk 9 és 11 között délelőtt, és tudok adni gépi macesz és kézi maceszt is, annak a zsidónak, akinek nincs macesze, vagy szükség van még maceszra, ugyanígy egy hagadat is adunk ehhez. Ezen kívül holnap este, mivel el leszünk foglalva a Hamec kutatással, holnap este akkor nem lesz óra, elmarad az óra, péntek este szédert tartunk az iskolában, a vasvári széderje a Beit Menachem iskolában lesz, ahol nagyon szép a hely, nagy hely, kényelmes, nagyon finom az étel, még lehet jelentkezni a széderre, zsidó.com-on lehet még jelentkezni a széderre, én tartok az első szédert péntek este 8 órakor, második széder szinten ott lesz megtartva az iskolában 8:45-kor. Az ima a Vasváriban mindkét este 7-kor kezdünk. Reggel, szombat reggel és vasárnap reggel 8:10-kor, és bónusz az, hogy lesz nekünk a saját kohenunk, aki el fogja mondani a papi áldást, vagy ünnepkor elmondunk a papi áldást. Mindenkit szeretettel várunk, és kóser és boldog Pészáchot kívánok, hakkaser veszameach. Minden, nagyon örülök mindenkinek, és legközelebb csak hétfőn lesz óra, mert vasárnap ünnep lesz. Hétfőn itt leszünk a Zohár órával. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, és boldog ünnepet kívánok mindenkinek.